Az iskolaőröknek jelentkezők kétharmada már az első szűrőn, az egészségügyi, pszichikai és erőléti vizsgán sem ment át, írja a népszava. Alap szerint így nehezen fog összejönni az a 478 fő, akik már szeptembertől munkába állnának az intézményekben, Arató Gergelyt kérdezzük. Arató gergely a DK oktatás politikusával. Az iskolaőrökről már beszéltünk, és most is fogunk beszélni, de azért nem egészen egy hónappal az iskola kezdés előtt engem apaként jobban érdekel az, hogy mi lesz itt az iskolákban? Tehát lehet hallani ezt a hibrid rendszert, én emlékszem arra, hogy kölyökkoromban ilyenkor már lassan kezdtünk a szüleimmel menni iskolatáskát nézni, meg tornacipőt, meg köpenyt, meg nem tudom én, ilyen cuccokat. Most azt se tudjuk, hogy kell-e ilyeneket. Lesz-e lesz gond azzal, hogy iskolatáska, mert a gyerek úgyis a számítógép előtt tölti majd a tanítási időt. Az a baj, hogy keveset tudunk arról, hogy mi a helyzet, de erről majd Falus Ferenc biztosan fog beszélni. A járványügyi a... helyzet, de hát az oktatáspolitikai helyzet az de, 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 hogy, de, hogy, az biztos, hogy az a, az a szituáció, hogy most elállított a kormány és a kormány többségén, és majd megdöbbenéssel hallottam azt, amikor bejelentette az államtitkár úr, hogy majd iskolánként, és ö, iskolánként és, ö, és településenként hm. majd külön-külön fognak döntéseket hozni arról, hogy legyen e iskola, vagy ne legyen a járványügyi helyzet alapján. De ez az, hülyeség. Nem, nem feltétlenül az első hullám idején sem volt ugyanaz a helyzet, nem tudom én Budapesten, mint kiskorú. Egyébként önmagában ez nem feltétlenül hülyeség, ami probléma az, és ez a probléma végig az összes ilyen intézkedéssel, hogy nincsen kitalálva az, hogy egyébként mik a szabályok. Tehát, hogy oké, mi alapján fogják eldönteni. Mikor fogják el... Ez olyan, mint a piros sárga zöld országok most, hogy nem tudjuk, hogy bizonyos országok miért sárgák, mások zöldek, megint mások miért pirosak. Van, amikor egyértelmű, de van, amikor meg nem. Szóval, hogy ahhoz, hogy az emberek kövessék ezeket a szabályokat, és mondjuk fölvegyék a maszkot ott, ahol ma is szükséges, ahhoz az kellene, hogy világos magyarázatot kapjanak arra, hogy mire, mire mikor van szükség. A, ami tehát ezt a, a, a. Az, hogyha elkezd a magyar oktatás, képes lesz arra, hogy Egyébként távoktatással és digitális oktatással is megoldjon feladatokat, az nagyon jó, az nagyon fontos. Ebben nem tett semmit a kormány az elmúlt fél évben, az a baj. Tehát azt mondja az államtitkár úr, hogy sikerül digitalizálni a tankönyveket. Na ugye az nem az a digitális oktatás félreértés nehesség, hogy ugyanazt a könyvet olvashatom digitálisan, és amit így kézzel is olvashatom. Uh -huh. Mikorra kell ez eldőjön? Tehát még egyszer mondom, augusztus 5-e van, szeptember elején kezdődnek az iskolák. Hol van az, az a dénap, amikor meg kell mondani, hogy kisbarátaim jöttök iskolába, vagy nem? Én azt gondolom, hogy, hogy ez sajnos egy olyan helyzet, amikor hetek alatt is nagy változások lehetnek. Most azt mondja a kormány, hogy szeretné és úgy gondolom egyébként, hogy az oktatásban résztvevők, tanárok, diákok is azt szeretnék, szülők, hogy megkezdődjön az oktatás szeptember 1 a hagyományos módon. Ez szerintem klassz, csak készen kell állni minden lehetőségre. Iskolaőrök, ugye már a kiderült, hogy a jelentkezők többsége az alkalmatlan, tehát gyakorlatilag az előzetes szűrőkön háromból kettő elhasalt, és valószínűleg, hogy most az oktatás során is lesz e, lemorzsolódás. Ezt nem lehetett előre látni? Tehát amikor valaki hoz egy ilyen rendelkezést, hogy mostantól lesznek iskolaőrök, hol van mögötte az ember? Hát az a, az a baj, hogy az egész iskolaőrség az egy egyébként létező és fontos problémára adott, nem meggondolt válasz. Abban szerintem mindannyian egyetértünk, hogy az erőszaknak nincs helye az iskolában és avval is egyetértünk szerintem mindannyian, hogy van sok magyar iskola, ahol tenni kell valamit, mert van erőszak. Sajnos egyébként azt mutatta az oktatási jogok felmérése tíz évvel ezelőtt, hogy mindenféle részéről, tehát szülők, diákok, tanárok, nem, hogy volt? Szülők, tanárok, diákok, diákok részéről, egyaránt van, van, fele, van felelősség, van erőszak, lehet elkövető és áldozat is bármelyik csoport. De... Tehát bocsánat, ez megütötte a fülemet, tehát például az iskola őr, az adott esetben a tanárra is rá fog szólni, hogyha a tanár tanúsít erőszakot, a, mert hát, hogyha mind a három fél tanúsít hat erőszakot a másik, akkor akkor nem csak a tanárt kell megvédeni a szülőtől és a gyerektől, hanem adott esetben a gyereket a tanártól. Fogalmunk sincs róla, hogy az iskolőr mit tesz és mit, mit tehet, hiszen nincsenek olyan részletes jogszabályok, és különösen nincsenek olyan szabályzatok, amik ezt megmondanak. A lényeg ennek a a következő. Egyrészt azt mondta akkor szoktatási jogok biztosa, hogy ez egy komplex probléma, amire komplex válasz kell. Pedagógiai, szociális munkában lévő eszközök, iskolapszichológus, mentálhigiénész szakember, szociális munkás kellene, ehhez képest egyetlen eszközt kiemelnek a rendőri eszközt, és ezt használják, ez nem fog működni. Másrészt, mivel ez egy politikai termék, nem megoldást keresnek, hanem valamit, amiről jól lehet beszélni a parlamentben meg a sajtóba, ezért semmit nem gondoltak végig. Egy ilyen intézmény felállítása az egy megfelelő előkészítést, jogszabályalkotás szakmai munkát igényel. Ezt nem végezték el. Júniusban elfogadta a parlament, szeptemberben az iskolába akarják küldeni az iskolaidőket. Ez nyilvánvalóan képtelenség, most ezt látjuk egyébként, hogy nem lehet ennyi idő alatt kiképezni ezeket az embereket. Amúgy is botrány az, hogy 8 általános végzett embereket néhány heti, képzés után oda akarják engedni az iskolába. Na de... A rendőrök éveket tanulnak, mire megtanulják azt, hogy mikor jogszerű fellépni, mikor nem, és a pedagógusok egyetemen tanulják éveket azt, hogy hogyan kell megoldani pedagógiai problémákat. De nem pont ez a válasz az aggályaikra, tehát hogy mégsem arról szól a történet, hogy mindenfél hülyét odaengednek nyolc általánossal, hiszen ezért szuperálták ki a jelentkezők kétharmadát, és ezért állhatott elő az a helyzet, hogy nincs elég ember. Jó, az mindenképpen... Komolyan veszik a feladatot. Az mindenképpen jó, hogy az alkalmatlanokat, vagy az alkalmatlannak gondoltak, kirakták a rendszerből. Az a félő, hogy, hogy mindent gyorsan kellett csinálni, és ez a fajta válogatás is felületes volt, én attól tartok, de ezt majd meg fogjuk látni. Állatkínzás egy nem kis logikai A Szigorú büntetés az állatkínzóknak a DK kidolgozta az átfogó állatvédelmi törvény javaslat csomagját, és nekem az volt az első gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy azt a logikát követik, amit kritizálni szoktak, nevezetesen, hogy szigorítani. Tehát itt is szigorúbb büntetést követelnek az állatkínzóknak. Most miért nem arról beszélnek, hogy nevelni kell, felvilágosítani, pedagógiai eszközökkel, megtanítani az embereket arra, hogy az állatokkal emberségesen bánunk? Hagyj kezdjem, azzal nem áll annyira távol egymástól a két téma. Azt mondják az állatvédelmi szakemberek, hogy az a társadalom, amelyben legitimnek tekintik, az állatokkal szembeni erőszakot abban a társadalomban más konfliktusoknál is legitimnek tekintik az erőszakot. De hogy válaszolja a kérdésre, mert ez egy fontos kérdés. Ugye vannak dolgok, amik rendezhetők törvényalkotási úton. Azt látjuk, hogy az állatok, állatkínzás esetében és egy sor egyéb állatokkal kapcsolatos bűncselekmény esetében valóban szükség van a büntetőjogi eszközök szigorítására. És de nem csak erre van szükség, hanem például pontosabb szabályokra van szükség a Méhek védelmében. Szükség van egy olyan állatvédelmi őrségre, amelyik, és amit nem két-egy hónap alatt kell hoz, létrehozni, hozzáteszem, de szükség van egy olyan állatvédelmi őrségre, amelyik betartatja a hatályos jogszabályokat, mert ma nagyon gyakran ez a gond. És természetesen igaza van. Szükség van arra is, hogy megjelenjen például az iskolák euh, tantervében sokkal hangsúlyosabban az, hogy hogyan kell bánni a házi állatokkal, hogy mi egy elfogadható meg, magatartás, hogy akár a médiában is legyenek olyan programok, amik egyébként az állatokkal való helyes bánásmódot segítenek, támogatják, csak ezek nem törvényalkotási eszközök, az ellenzéknek törvényalkotási eszközei vannak. Egy dolgot hagyj mondjak el a javaslatról, de mi. Legyen világosító, most nem csak egy BTK-módosítást nyújtottunk be, hét mm. törvénynek a módosítását Ezt mondtam, mondjuk átfogó Éppen azért, hogy egy átfogó csomag mm. legyen, sokfajta eszköze, mert van büntetőjogi eszköz is, és vannak más eszközök is. És az is fontos megjelenteni, hogy ezt a csomagot úgy állítottuk össze, hogy elővettük az elmúlt évekből azokat a javaslatokat, amelyeket különböző pártok benyújtottak. Ebben van olyan elem, amelyik szocialista, van amelyik párbeszédes, van ami van, ami jobbikos javaslatból, volt? és olyan is van, ami fideszes javaslatból van. Mert volt tavasszal a fideszes képviselőknek egy olyan javaslata, ami a tűzijátékkal kapcsolatos szabályokat szigorította volna annak érdekében, hogy kevesebb illegális De... tűzijáték legyen, De... ez védi az állatokat uh -huh. is. Ez sajnálatos módon a tárgyalás előtti napon a fideszes képviselők visszavonták, mi ebből is beemelünk ide elemeket. Ez egy, fontos, ez egy ösztársadalmi ügy, ez fontosabb annál, mint hogy, mint hogy egyébként simán pártügyként kezelt. Lát rá esélyt, hogy keresztül menjen, hogy a fideszes többség nélkül nem fog menni. Én arra látok esélyt, hogy, hogy erről a dologról legyen egy érdemi szakmai vita, hagyj kezdjem, itt most kiküldjük az állatvédő szervezeteknek, reméljük, hogy érkeznek válaszok, már több jelzést kaptunk hozzá, teszem például a cirkuszosoktól is kaptunk hm. jelzést, hogy, hogy, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan szabályozzuk ezt a kérdést, ez is teljesen rendben van. Én azt gondolom, hogy ha van egy jó szakmai javaslat, hogy a Fidesz most presztizs ez ezt majd les leszedi, és majd benyújt egy saját javaslatot, ez engem őszintén szólva nem izgat. Az a fontos, hogy történjen benne valami. Szerintem az lényeges, hogy beszéljünk komolyan erről az ügyről. Gödről, és gyakorlatilag letelt az időnk nagyon röviden. Ez gyakorlatilag az ellenzéki összefogásnak, hogy mondjam, a működésbeli zavarai, az mostanra egy Momentum DK konfliktussá csúcsosodtak ki. A saját pártja szerepét hogy látja ebben a dologban? Hibáztak-e például? H hogy kezdjem azzal, hogy, hogy nem momentum DK konfliktus van, hanem a momentumos polgármester szemben áll a testületben lévő, összes nem momentumos ellenzék. Ehhez képest, képest most, most, most már ott tartunk, hogy do, Donát Anna üzen Rónai Sándornak, illetve Rónai Sándor viszont válaszol Donát Annának, tehát azért ez mégiscsak úgy néz ki, mintha folyna egy ilyen kétpártiszkander. Rónai, Rónai Sándor, ő ennek a körzetnek a választókerületi elnöke, ott volt képviselőjelölt, nagyon komoly munkája volt abban, hogy létrejön az az együttműködés gödön is, ami győzelemre, győzelemre vezetett. Én azt gondolom, hogy hogy szerintem van egy olyan helyzet, ami egyébként árnyékot vet, ezt elfogadom, arra, hogy van az országban jó pár egyéb önkormányzat, ahol mi vagyunk többségben, olyan is van, 20-asával, 30-asával, ahol pedig ellenzékben működünk együtt, az még jóval több, ahol jól működnek együtt az ellenzéki pártok. Így é kell ezt kezelni, ahogy eddig a DK kezelte? Én azt gondolom, hogy most ott tartunk, hogy világosá tettük azt, hogy mi a probléma. Itt nagyon sok téves információ volt erről. Szerettük volna egyértelművé tenni, hogy mi az, ami nekünk gond, hogy gond az, hogy a polgármester felrúgta azt az együttműködést, amivel győzött. Gond az, hogy hogy le akarja váltani az ellenzéki alpolgármestereket, és szerintem most el kell indulni a megoldás irányába. A demokratikus koalíció örömmel fogadta azt, hogy a Momentum vezetése azt jelezte, hogy tárgyalni akar a kérdésről. Erre mi is nyitottak vagyunk, és szerintem fogunk megoldást találni. Arató Gergely, köszönöm szépen, és hogyha kíváncsi arra, hogy mit mond Falus Ferenc doktor az iskola kezdés körüli pandémiáról, akkor maradjon, mert vele folytatjuk már is. Köszönöm, köszönöm szépen! szépen.